Tisztelettel és örömmel köszöntöm minden kedves megjelentet. Karácsony a föld keresztények lakta területeinek minden ember ugyanarra gondol-e szó hallatán. A karácsony örömhír, békesség, a szeretet ünnepe. Egy gyertya lángja, még nem tűz, de benne van a melegség ígérete. Két gyertya még nem világosság, de magába hordozza a fény legyőzhetetlenségének az üzenetét. Három gyertya még nem a megérkezés, de bizonyítéka annak, hogy a várakozással megszentelt remény születőben van. A négy adventi gyertya lángja a karácsony eljövetelét, a megváltó születését jelzi. Az adventi koszorú fényei évszázadok óta a biztosan bekövetkező, mindannyiunkra váró örömhírre figyelmeztet. Arra, hogy nem vagyunk reménytelenül magunkra hagyva, és kiszolgáltatva a sötétségnek ebben a világban. Így a naptári év végéhez közeledve megérint bennünket a karácsony varázsa, ez a titkokkal övezett, megható nap, amely nem csak a kereszténység, hanem a család, a békesség, az életbe vetett hit ünnepe is. Az ünnepi asztal mellett a gyertyalángjánál visszagondolunk az elmúlt év örömeire, bánataira, kudarcaira, sikereire. Elgondolkodunk azon, vajon mi lehet 2015 karácsonyának üzenete. Természetesen mindenkinek más, más és más. A karácsonynak azonban örök és mindig aktuális üzenetei is vannak. Ilyen a szeretet, a törődés, a tisztelet, az egymás iránti türelem, a mások megértésének szándéka, az önzetlenség. Azt üzeni a karácsony, hogy meg kell tartanunk a tiszta szívvel, szeretettel örülni. És igazi öröm csak akkor és úgy születhetik szívünkben, ha másokat is örülni látunk, ha a betlehemi istálló fényei nem csak a mi arcunkat világítja meg, hanem mindenkiét. A szeretet száműzi a bűnt, a bánatot, az aggódást és a gondot, amelyek felőrlik az élet erejét. A szeretet példamutatással terjed. Törekedjünk arra, hogy képzeletbeli naptárunkban minden napra egy cseppnyi karácsonyt jegyezzünk be. Az ünnep hangulatában a másik emberre figyelünk, és arra gondolunk, hogy mit nyújthatnánk azoknak, akik fontosak számunkra. A 9. KND osztály tanulói, és még néhányan, hetek óta munkálkodunk azon, hogy iskolán közösségének adjunk valamit önmagunkból. Ajándékunk egy olyan színpadi előadás, amely karácsonyi történetet dolgoz fel. Charles Dickens legnépszerűbb kisregényét, a karácsonyi éneket 1843-ban írta. Az alkotás egy Ebenezer Scrooge nevű üzletember történetét meséli el, aki szerint a karácsony padarság. Charles Dickens legnépszerűbb kisregényét mindenki ismeri, aki csak valaha ünnepelt karácsonyt. Csodálatos mese a szeretetről, az emberségről, az emberi gyarlóságról, ami felett évszázadok alatt sem jár el az idő. Kérem, tekintsék meg tanítványaink előadásában Dickens Karácsonyi ének című művének színpadi feldolgozását. Most a szellemet idézünk. Oly szellemet, mely mindnyájunkat kísért. Még álmainkban is. De ez a szellem jó, és senki előzni ne kívánja, mert a szívhangját elfojtani nem lehet. Marley meghalt, hogy ezzel kezdjem. Semmi kétség. A temetési jegyzőkönyvet aláírta a pap, az orvos, és örökös Ebenezer Scrooge is. Marley tehát halott. Akár az ajtószeg. Sőt, még halottabb. Akár egy koporsószeg. Ebenezer Scrooge, Marley üzlettársa, vagyonának kezelője, és egyetlen gyászolója. Hely, ez a Scrooge egy zaklató, szipolyozó, kaparintó egy ember volt. Bár az a szó nem is nagyon illik rá, hogy ember. Mondjuk inkább egy osztriga, aki csak magának él.
az önző páncéljába zárva. Lódulj! Mit csinál? Azt kérdeztem, mit csinál? Egy darab szeretetet a tűzöbben. Vegyen fel kabátot, Krecsit. Minden normális ember kabátban jár. Maga pedig, ha szaunázni óhajt, utazzon Svédországba. Ne az én szenemet pocsékolja. Na! Ne nyújjon hozzá. Megígeti az ujját, és még a munkáját sem végzi el. Azt nem mondhat elő, uram. Nem is ajánlom, mert akkor megválunk egymástól, Krecsit. Nem marad miatt tettem. Két úr várakszik erre. Üzletünk! Miért nem ezzel kezdi? Boldog karácsonyt, uram. Mit óhajtanak? Elnézést, de kit tiszteltünk az úrban? Scrooge vagy Marley? Marley halott. Istenem, rosszkor jöttünk. Fog egy őszinte részvétemet. 7 éve halt meg, éppen ezen az éjszakán. Ja, vagy úgy. No persze, halál az halál. Milyen ügyről lenne szó? Uram, nem szeretnénk megzavarni ezt a szomorú évfordulót, de bizonyosak vagyunk benne, hogy maga ugyanolyan a lelkű, mint boldogult üzlettársa volt. Marley és a nagy lelkűség, na jobb, ha ezt hagyjuk. Pénzre van szükségük, igaz? Pontosan, Mr. Scrooge. Szent karácsony nepe van. Ilyenkor gondolnunk kell a szegény nyomorg emberekre is. Nem kell magyarázkodni, pénzre mindenkinek szüksége van. Pont. Milyen összegről lenne szó? Amennyit gondolni méltóztatik. Jó, hát maguk kérnek, nem? 10 font. Hát legyen 10 font. Belőlem lehet 100. 100 az nagyon szép. Mi az, hogy szép? A pénz az pénz. Óhajtanak, talán egy ezrest? 1000 fontot. Hallja ezt, Arthur? Nem találok szavakat. Sok tetős emberrel találkoztunk már, de ilyen keresztény lélekkel még soha. Tehát 1000 font. Gyönyörű, példás gesztus. Jó, 20%. Micsoda? 20% kamat a kölcsön, fél esztendő lejára, heti kamatok a készpénz átvételekor, azonnal fizetendő. Kölcsön. Azt hiszem félreértett minket, Mr. Scrooge. Talán önök engem. Az én bizniszem, hogy kölcsönözzem a pénzt, nem pedig, hogy kiszűrjem az utcára. Koldusoknak. Koldusok. Mi egy alapítványnak gyűjtünk, Mr. Scrooge, amiből ennivalót vásárolunk a szegényeknek. Tüzelőt, ruhaneműt, csak munkanélküli fagy meg az utcákon. Börtönök nincsenek. Börtön van elég. Hát a közmunka működik még? Igen, bárcsak azt mondhatnánk, hogy nem működne. Akkor menjenek oda. Sokan inkább meghalnának, mint hogy oda menjenek. Akkor inkább halljanak meg! Legalább csökkentik a felesleges népességet. Végtelenül szomorú vagyok, Mr. Én is, úgyhogy ne keserítsük egymást. Alapítvány. Gyűlölöm ezt a szót. A hányadó csoló van a világon, mind alapítványt csinál. A kéményseprők, a vakok intézete, még ő felsége királyi színháza is. Egyszer egy évben minden király nagy keresztény. Krecsit! Kérem, kísérje ki az urakat. Boldog karácsony! Magának kis Krecsit, hol van a bácsikám? Dolgozik! Mondja meg neki, itt vagyok a két kísérőkémmel, hogy a mennyekbe repítsem. Nem, menj csak és mondja meg neki. Mi az Isten haragja van oda ki? A tulakörcse vagy, ő szakálla, és a két is ünőjében. Mi az? Ünő? Nem tudom, de szerintem nőstény győzekre gondolt, bár akkor nem értem, miért van két agancs a fejükön. Miféle agancs? Kinek a fején? A lányoké, uram. Fel vannak szarvazva, mint Mr. Homer szobájában. De ne engedjél, mert a puskámmal kergetem ki az ünőkével együtt, nincs kellemetlenem, mint egy potenciális örökös. Nyájasan vigyorog, és közben azt kémleli, mikor akad fenn a szemem. Szerintem megakarja egy ügyük. Karácsony. Ez egy naiv ember maga Krecsit. Látszik, hogy sosem örököl. Ami azt jelenti, hogy nem örököl. Nem is kell. Örököt, mit örökölt maga? Ezt a zsebórát, apám. Patsza, ne. Boldog karácsony, bácsikám. Innél. Kik ezek? Ezek az én kis ünökém és a barátaim. Üdvözlétek Scrooge urat! Boldog karácsony, Mr. Scrooge! Ne jönnek az asztalra, itt fontos iratok vannak! Krecsit! You had a plan in 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right?
like some other men do. Get out of here and get me some money too. You're sitting down wondering what it's all about. You ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money. De a lányok nem értenek, csak őznyelven. Mi az, hogy őznyelven? Adjon egy csokot a szarvacskái közé. Bácsikám, ne legyen ilyen mogorva. Tudod, nem vagyok mogorva. Csak gyűlölöm az elmebajosokat. Kik ezek a tyúkok, Fred? Ezek nem tyúkok, ezek őzikék. Őzikék, őzikék. Mit szól hozzájuk a neje? Filoména, süti otthon a pulykát. Bácsikám, jöjjön, pattanjon fel a hintóra. És hagyj egy ezt a rossz kedvű ábrázatát. Nem vagyok rossz kedvű. Csak ha meglátlak. Elönt az epe. Miért élsz, te édesfiam? Csak ezt az egyet mondd meg nekem! Hogy miért? Fogalmam sincs. Maga tudja. Tudom, hogy engem bosszantsál, ezért is nősültél meg. Miért? Hogy én agyvérzést kapjak, mire nősültél, mire? Mert szeretem. Hallja ezt, Krecsit? Aha. Nem azt kérdeztem, hogy miért, hanem hogy mire? Ne kívánja, hogy a lányok előtt kimondja. Na marsd kinnen! Bácsikám, ne legyen ilyen haragos. Karácsony van. Karácsony. Ha rajtam állna minden hülyét, aki karácsony szajkóz, megfőzetném a saját pudingjában, és fenyőággal szúrnám át a szívét! Húha, bácsikám, én ezt másképp gondolom. Azt tudom. Nekem a karácsony örömteli vígnapokat jelent. Igaz, bocikák? Igaz! Na most kinnan az egész csorda! Maga meg, ha nem hagyja abba ezt a viháncolást, én úgy kirúgom, hogy a lába nem éri a földet. Mit csinál? Karácsony van, uram. Karácsony, nem, mert van, elmehet. De ha meghallom, hogy a dalszínházban akar pojátszáskodni, holnap be se jöjjön, ez egy komoly cég. Váltó és hitelbank, nem pedig bálterem. Mit akar? Egy pulykát. Mit? Egy pulykát. A családomnak, uram. Karácsony van. Na és? Sajnos a megváltónk roppant szerencsétlen időpontban a hónap végén született. Arról én aztán igazán nem tehetek. Ne. Ez így állt az isteni tervben. Csak gondoltam egy kis előleget. Csoda. Fizessek a semmiért? 20 éve dolgozom ennek, uram. Na hát akkor tudja, hogy nálam nincsen előleg. Tudom. Boldog karácsonyt. Boldog karácsonyt. Humbug. Mi lesz most? Hazamegyek, és azt mondom, hogy nincs pulyka. Lehetetlen. Mintha azt mondanám, hogy nincsen karácsony. Uram, én nem azt kérem, hogy a vakok lássanak, hogy a holtak feltámadjanak, csak egy pirinyó kis csodát tégy velem. Egy-két csilinges. Csoda történt, emberek, egy pulykát, jó, kövéret! Az iroda egy szempillantás alatt be volt zárva. Az írnok végig siklott egy jeges részen, aztán rohant haza, ahogy csak a lába bírta. Ebenezer Scrooge, miután egy mélabús vendéglőben elfogyasztotta a mélabús vacsoráját, hazament, hogy mélabússal lefeküdjön. Otthon a sötét volt és olcsó, egy-két rozzant bútoron kívül nem sok mindent lehetett látni. Azokban a homályos szobákban lakott, amit egykor elhunyt üzlettársa hagyott rá. Hazaérve holtfáradt volt. De ezen az estén nem tartott sokáig nyugalma.
Hello, Abby! Ki vagy? Inkább kérdezd. Ki voltam? Ki voltál hát? Az életben üzlettársad, Jacob Marvel. Nem hiszel bennem? Nem. Nem látsz? Látni látlak. De lehet, hogy csak egy lidérces álom vagy. Egy emészetetlen bús falat. Rágós marha, sőt. Álom, lidérces álom, oszolj el! Meg vagy láncolva. Mondd miért? Azt a láncot hordom, amelyet magam kovácsoltam életemben. Én csináltam szemről szemre. Minden egyes elmulasztott alkalom, amikor jót tehettem volna, egy újabb szem lett a láncomon. Tudod, a halál után semmilyen megbánással nem tettjük jóvá az élet elmulasztott alkalmait. Pedig én elmulasztottam. Ó, elmulasztottam. Pedig te mindig jó üzletember voltál. Üzlet? Az emberiesség lett volna az üzletem. Jótékonyság, könyörületesség, türelem, jó akarat. Egész évben ilyenkor szenvedek a legtöbbet. Hogy miként jelentem meg ma előtted, nem mondhatom el, de sokszor, igen sokszor ültem melletted láthatatlanul. Ma éjszaka azért vagyok itt, hogy figyelmeztesselek. Még van remény. Még van rá esélyed, hogy elkerülhessd a sorsomat. Ezt a reményt én szerzem te néked, Ebenezer Scrooge. Na jól figyelj, ma éjjel háromszor fogok megjelenni nálad. Jaj, nem jó, hát lehet, hogy itthon sem leszek. Várd első látogatáson, amikor egyedül jövök. Mindig jó barátom voltál. Igazán köszönöm. Egy szellem fog megjelenni nálad. Ez a lehetőség. Én szívesebben megvolnék nélküle. Várd őt még ma éjjel, amikor a harang 12-t üt. Nem lehetne egyszerre tudni az egészet? Másodszor is én jövök. Pontban 2 órakor. Harmadszor. Akkor jövök el, amikor a nap a bakhegyébe lép, és legyőzi az éjszakát. Jó szakát! Szellem! Szellem! Szellem, humbug, badarság. Teljesen világos, hogy ezt álmodtam, és most vagyok ébre. Még hogy szellem, honnan vehettem én ezt? Megvan. Színházban Shakespeare-nél. Átkozott komédiás. Közmunkára ítélném. Szellem, te vagy az? Én. Ki vagy, mi vagy? Karácsony szelleme. És miért jöttél? A te jó voltodért. Az éjszaka nyugalmas alvással sokkal inkább szolgálná jó voltomat. Hát, akkor azért, hogy megjavulj. Vigyázz, gyere és jöjj velem. Megmutatom a jelent, amiben most élsz. Szellem, én félek. Én is féltem, amíg éltem. Ezzel egy szempillantás alatt eltűnt a kis szoba. A szellem és Scrooge pedig már a város utcáit rótták. Scrooge mindent jól megfigyelhetett, hiszen őt és a szellemet senki sem láthatta. Az emberek sürögtek-forogtak az utcákon, felkaparták a havat a járdáról nagy zaj csapva. A gyerekek néhol hógolyókat dobáltak, és közben nagyokat kacagtak. London külvárosába érve megálltak egy szegényes hajléknál, ahol Scrooge írnok alakult népes családjával, és éppen folyt az ünnepi előkészület. Mama, honnan van ez az óriási kacsa? Jaj, Márta, ez nem kacsa, hanem pulyka. Na jó, de honnan van? Nem tudom, apádat kérdez meg, neked talán elmondja. De hát ez egy vagyonba kerül, és most ezt mind megesszük. Remélem, apádék időben hazaérnek. Hol marad már el? Így jön apa. Békesség! És hogy viselte magát a pici Tim? Olyan jó volt, mint egy falat kenyér, még annál is jobb. Valahogyan gondolkodó gyerek lett belőle, amiért olyan sokat üldögél egy magában.
Az a fele jövet azt mondta, hogy reméli, hogy látták őt a templomban, mivel hát ő nyomorék, és jól esik neki, hogyha az emberek ránéznek, és az jut eszükbe, aki a sántákat meggyógyította. Asztalhoz kész az ebéd. Szelem, mondd meg nekem, felnő ez a gyerek? Nem nő fel. Egy üres széket és egy kegyelettörőzött mankót látok. Ha ez így halad tovább, ez a gyerek hamarosan ágynak dől. Teste lebénul, és elhalálozik. De nem lehet meggyógyítani? De meg lehet. Amerikában. És a csodák, amelyekről megváltó beszél, nem léteznek? De léteznek. Csak nagyon sokba kerülnek. Mennyibe? Durván! Sokba, Scrooge! Az embernek a szívét kell ért odaadnia. Ezért van az, hogy a maikor teljesen csodátlan. Egy olyan világban, ahol a szívek megfagytak, már nincsenek csodák. Nem. Mondd, hogy életben marad, mondd! Miért nem mindegy? Legalább csökken a felesleges népesség. Boldog karácsony mindjárt, drágáim! És áldjon meg bennünket az Isten! És éljen Scrooge úr is! Értesétek Scrooge-urat, mert ő adta nekünk ezt az ünnepi lakomát. Ő adta, hazám, bárcsak itt volna. Mondanék neki egy smást, hogy lakjék jól vele. Drága, a gyerekek előtt, karácsony napján. De hát, hogy lehet inni egy ilyen útállat, ukar, kemény szívű ember egészségünk ez a Scrooge? De hát tudod milyen, ki is tudhatná ezt nálad jobban. De drágám, karácsony van. Hát iszom az egészségére, a kedvedért, meg az ünnep kedvéért, de nem az ő kedvéért. Vég karácsonyt és boldog új évet! Eközben beesteledett, és erősen havazott. Amint Scrooge meg a szellem végigmentek az utcákon, csodálatos volt a ragyogó fények tüze, amik a konyhákban, nappalikban és mindenféle szobákban kigyulladtak. A tűz lobogása azt mutatta, hogy meghitt családi vacsorához készülnek, és a tányérok már átmelegedtek a forró levestől. A ház gyereknépe szaladt ki a hóba, hogy elsőnek üdvözölhesse az érkező rokonokat. Egy ház el érve, Scrooge egyszer csak valami vidám, de zajra lett figyelmes. A házat is felismerte. Unokörcse, Fred háza volt. Szerűs. Ezek hogy kerültek ide? Te hogy kerülsz ide? Oh, ez csodás! Mi az, hogy csodás? Az, hogy azt állítod, a feleséget képes rá találni, csupán a szerelem erejével. Oh! Hát ez így igaz. Akkor légy szíves, tedd le azt a dobot. Hát jó. Oh! Na tessék, mit mondtak? Ezt találtuk, hogy gyakoroltátok. Igen, ezt gyakoroltuk éjjel-nappal. Igaza van, humbuk az egész. Na. Mi az, hogy humbuk? Láttam, hogy leselkedtél a kendő alól. Nem is. Volt a kisütetlen. Te még rosszabb vagy, mint a bácsikám. Miért? Mert neki is humbuk a karácsony, a csók, az ölelés. Szegény ember. Dehogy szegény. Fred, te nem ismered a bácsikádat. Úgy nézte a blúzom nyílását, hogy azt hittem, leégeti róla a csipkét a szemével. Azt nézte a láncot, hamis vagy valódi. Barátaim, ti nem tudjátok a legnagyobb titkot. Az én bácsikám halálosan szerelmes. Kibe? A pénzbe. Imádja, kívánja és féltékeny minden felire, ami nem az övé. Szerintem még az ágyában is pénz van. Éjszaka magára húzza és róla álmodik. A szeme csupa tűz, és nem olyan csapodár, mint ti bocikáim. Ő vénységére is így maradt, egyetlen szerelméhez. Szegény, de rossz lehet neki. Á, ne hidd, bocikám, nagy urám a szenvedély. Lehet, hogy egy 20 fontos csekk nagyobb örömöt okoz neki, mint a legvadabb ölelés. Éjjel, Scrooge bácsi, szerelme a pénz! Éjjel! Ismétek ezt a dalt? Soha nem dúdoltad még. A mama tanította, csak a dallamára és a ritmusára emlékszem. Tökkel ütött ez a Jingle Bells! Tudom, már megvan! Jingle Bells! Time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square.
szellem ismét elindult, Scrooge pedig utána. Úgy tűnt Scrooge-nak, mintha megváltozott volna a város. Valahogy már nem a régi volt. De annyi biztos, hogy ott voltak a város szívében. A tőzsdén, az üzletemberek között, akik felsalá szaladgáltak, csörgették a pénzt a zsebükben, nézték az óráikat. Úgy, ahogy Scrooge is sokszor látta őket. A szellem megállt egy kis csoport mellett, így Scrooge tisztán hallotta beszélgetésüket. Hogy van? Köszönöm én sem. Jó, hát az a végén kicsit láttam a kulcsot. Úgy hallottam, mit tudott róla? Nem hallottam róla semmit. Sajtetás van. Mikor halt meg? Azt hiszem, te a térjel. Mi baja van? Azt hiszem, sose hal már meg. Tudja az Isten. Mit csinált a pénzért? Nem tudom, talán az égére. Rám nem, az biztos. Csillagtemetése lesz, ha megmennek, és tudom senki, aki elmen a temetésére. Mi lenne, mi van az összellem? És nem? Nem is rossz ötlet. Nekem nem kell tudni, hogy talán a lesz rossz. Hát itt van ez a nyomorult, akiről ezek az emberek beszéltek, de ki ez szellem? Menj és nézd meg a feliratot. Mielőtt megtudom, felelj egy olyan kérdésemre, ezek olyan dolgok, amelyek megtörténnek, vagy olyan dolgok, amelyek megtörténhetnek? Csak menj. De ha az ember letér az útjáról, akkor másfelé halad, és megváltozik a vég is. Mondd, hogy így van ez, amit most mutatsz nekem, szellem. Ebenezer Scrooge. Én vagyok az az ember, akiről beszéltek. Nem! Szellem, nem, szellem, hallgassam! Nem vagyok az az ember, aki voltam! Nem vagyok az az ember, akit ma megmutattál nekem! Mondd, hogy megváltoztathatom ezeket! Mondd! Meg fogom ünnepelni a karácsony teljes szívemből! És ünnepelni fogok egész évben is jót tenni! Nincs még temetés, nem is tudom, mit évül legyek. Könnyű vagyok, mint a tó, boldog, mint egy angyal, szédülök, mint egy részeg. Hanyadika van? Hány nap tehetett el azóta? Hé, te fiú! Igen, te ott! Hanyadika van? Milyen nap van ma, szép öcsém? Karácsony napja. Hát nem mulasztottam el semmit, egy éjszaka volt az egész. Hé, te fiú! Ismered azt a baromfi kereskedést ott a második utcába? Meghiszem azt. Okos gyerek, ritka okos. Nem tudod, hogy eladták azt a díszpulykát, ami ott kint lógott, nem azt a picit, azt a nagyot? Amelyik olyan nagy, mint nagyszerű gyerek. Élvezett vele beszélgetni. Mi mondtok? Hát akkor menj és vedd meg. Na, szorakozom a fiatal. Nem, tényleg. Itt egy pont, tessék. Ha szaladsz, megkapod a párját is. Bob Cratchitékhez küldöm. A pulyka kétszer nagyobb, mint a picitim. Gondoskodni fogok róla. Nem fog üresen állni a széke, nem fog meghalni. Karácsony másnapján Ebenezer Scrooge szokás szerint az íróasztalánál volt. Írnoka természetesen még sehol, bár az óra már a 8:30-et is elütötte. Az óra 3:45 üt. Rohanva jön be Bob Cratchit, leteszi táskáját, kabátját, az asztalához siet, és őrült tempóban írni kezd. Höm, hogy képzeli, hogy ilyenkor érkezik? Sajnálom, uram, elkéstem. Elkésett, megkészítem azt, jön csak ide. Csak egyszer az esztendőben, többet nem fog megtörténni. Igen, vigan voltunk tegnap. No, hát mondok valamit magának, barátom. Nem tűrhetem, hogy így folyanak tovább a dolgok. És ezért megemelem a fizetését. Boldog karácsony, Bob, sokkal boldogabbak, mint eddig volt. Fölemelem a fizetését, és vállalom, hogy segítek küszködő családja. Mit szól ehhez? Ezt még ma megbeszéljük egy forró puncs mellett. No. Rakja meg jól mind a két kaját, és vásároljon magának is egy széntartót, mielőtt pontot tenne a mondat végére. Scrooge megtartotta szavát. Sőt, jóval többet tett, mint amennyire fogadalma kötötte.
Kicsi Timhez, aki nem halt meg, oly jó és gyöngéd volt, mintha csak az apja lett volna. Mérsékletes, egyszerű életet élt. A szellemekkel való társalgást befejezte. A karácsony pedig úgy megünnepelte, hogy bárki példát vehetett róla. Isten áldja meg őt és mindazokat, akik hozzá hasonlóan cselekszenek. Boldog karácsony! Remélem, hogy sikerült egy kicsi karácsonyi hangulatot varázsolni mindenkinek a lelkébe a 9. KND és néhány egyéb osztályos tanuló segítségével. Én azt gondolom, hogy nagy-nagy köszönet illeti a gyerekeket, hogy időt, energiát nem kímélve fölkészültek arra, hogy egy ilyen előadást tudjanak nekünk ide varázsolni, de azt gondolom, hogy nagyon fontos volt
két kollégának a munkája. Nekik szeretném ezt most megköszönni. Andrássiné Katika tanárnő és Csőz Beáta tanárnőnek. Boldog karácsony mindenkinek!